Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Rokó frissen megjelent gyári hangos 127-es pályaszámú retro festésű mástart szergejének H0 építési nagyságú modelljét mutatom be nektek röviden. A gyártó idei hazai vonatkozású újdonsága volt ez a mozdony, és nem véletlen esett a választás erre a festési variációra, hiszen az idén megjelent vékony csíkos tartós BD kocsikkal egyszerelvényt alkothat a mozdony, autentikusan megidézhető így egy balatoni retro hétvége hangulata. A most megjelent modell a gyártó lassan 20 éve megjelent szergejének egy ránc felvarrott verziója. Nézzük meg, hogy milyen részleteket javított fel a modellen a Rokó. Elsőre, ami szembe tűnő, az a géptér. Itt egy újabb imitáció került az ablaksor mögé, ami ráadásul részletesen ki van festve, és végre kapott a mozdony külön kapcsolható géptérvilágítást is. A vezetőállások is kaptak külön kapcsolható világítást, és maga a belső berendezés is részletesen ki lett festve, a hátfal még külön nyomtatott betéteket is kapott, ezeket a kiegészítők között találjuk, és nekünk kell felragasztani oda a hátfalra. Még kikapcsolt vezetőfülke világításra is látványos a változás a korábbi egyszínű belsőhöz képest, de igazán sötétben bekapcsolt vezetőállás és géptérvilágítással mutat nagyon jól. Jó hír, hogy a mozdony kapott visszapillantó tükröket is, azonban nem a MÁV gépre valóak vannak mellékelve, hanem a német mozdonyra valóak, és a furatok helye is ennek megfelelő. A mozdony a havázánál is történt némi gyártói tuning. A légvezetékek kialakításán változtatott a Rokó, a korábbi csonkolt megoldást itt egy teljes értékű alkatrész váltotta. Elől az ütközők alatt pedig kialakításra került a tolató személyzet számára kialakított kapaszkodó is. Belül egy a pluszvilágítások miatt módosított nyák fogad minket. Plusz 22-es dekóder foglalat és egy nagyméretű kondenzátornak való hely, valamint dupla hangszóró található itt. A mozdony festése egyéb iránt szerintem nagyon jól sikerült, mind a minta, mind a feliratok hűen leképzik az eredeti mozdonyon található motívumokat, és a színeket is jól eltalálta a Rokó. A hajtás és a mechanika az új motort leszámítva megegyezik a korábbi szergelyekével, erős, jó tapadással rendelkező mozdony, szép lassú menettel, finom, egyenletes járással. A mozdony felhasználás terén elég univerzális, gyakorlatilag bármilyen, jelenleg is közlekedő, 6. korszakos személykocsi illik mögé, emellett tehervonatok elé is befoghatjuk a hatlábút. Igazán hozzáillő szerelvény viszont szerintem a gyártó vékony csíkos szettje. Nézzük is meg most a terepasztalon üzem közbe a gyári hangos mozdonyt.
A bemutatott modell nem saját tulajdonú jármű, a videó készítéséig kaptam kölcsönbe. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!